Továbbra is nagyon leterheltek a gyáli védőnök, ennek pedig örömteli oka, hogy egyre több a gyáli újszülött. A védőnök munkájáról, de a védőnői szolgálat épületének felújításáról is érdeklődtünk. Második hó végéig már majdnem dupla annyi kismama van az én körzetemben, és hasonló a többi körzetben is a létszám. Tehát úgy néz ki, hogy növekvő. Persze ezt év végéig még nem lehet mondani, mert az hullámokba történik a jelentkezés. A leterheltségről annyit, hogy hát igen, nagyon leterheltek voltunk, főleg a múlt évben, mert négyen dolgoztunk két körzetben, úgyhogy szabadságra se igen tudtunk menni. Nagyon sok időt vesz igénybe a státuszvizsgálat a kis gyermekekkel, és így ezért nagyon is örülünk a felújításnak, mert két tanácsadó szoba lesz, nem egy. Ugye 5 munkanap van, 7 körzet, úgyhogy fél nap jutott kismamákra, csecsemőkre, kisgyerekekre. És a státuszvizsgálatoknál szinte fél óra van, hogy még az is kevés egy gyermekre, hiszen nézni kell az érzékszervi vizsgálatokat kell, testi, érzelmi, értelmi fejlődést vizsgálni, és egy 3 éves gyermeknél től kezdve 3-4-5-6 éves korba, ugye vérnyomásméréssel is kiegészül, vízusvizsgálattal, hallásvizsgálattal, és sok gyermek ugye visszahúzódó. Nem mindenki az első 5 percbe oldódik, és nagyon kevés időnk volt. Fél nap jutott, és hát egy fél nap alatt, ha fél órát töltöttünk egy gyermekkel, ugye akkor 6-7 fő fért be, és 250 fölött van nagyrészt minden körzetnek a létszáma. Tehát nagyon nehéz volt ezt így osztani. És ha már beszélt a felújításról, akkor beszéljünk részleteibe, és mit tette szükségessé, hogy hamarosan megkezdődik itt a védőnői szolgálat telephelyének a felújítás? Egyrészt egy nagyon régi épület, én úgy tudom, még háború előtti épületről van szó, legalábbis az egyik fel az épületnek. Falak, vezetékek, régiek. A másik pedig az, hogy nagyon zsúfoltan vagyunk. Tehát, amint említettem, hogy egy tanácsadói szoba van 7 körzetre, itt is a dolgozószobák is. Persze az ember szeret a kolléganőkkel beszélgetni, de van, amikor adminisztrálnánk, oda kell figyelni, szól a telefon egyiknek, másiknak, tehát zavaró. És így, ha úgy tudom legalábbis az előzetes tervek alapján, hogy kettesével leszünk, tehát lesznek kis szobák, úgy, mint régen a régebbi épületünkben. Tehát az ember, hogyha dolgozni akar adminisztrálni, azért akkor egy kicsit nyugodtabb körülmények között tud, és a két tanácsadó szobával pedig sokkal több időpontot fogunk adni. Általában időpontra dolgozunk, és így könnyebb lesz a kismamáknak, és sokkal szebb lesz, hát biztos, hogy jobban érzik magukat ők is majd, hiszen egy felújított szép épületbe tervek szerint ez egy úgymond szoptatószoba, és ugye aki messziről jön, akkor be tud ülni. Ugye tavasszal kezdődnek a felújítási munkálatok, mikorra fejeződhetnek ezekbe? Várhatóan tervek szerint márciusban kezdenénk, illetve a költözés akkor lesz, és talán őszre, de ezt nem tudom pontosan. Itt szeretném felhívni az anyukák figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel. Valószínűleg, hogy a Városégési Központ épületébe fogunk addig az építkezés ideje alatt. Továbbra is a védőnői szolgáltatás természetesen működni fog. A vezető védőnőtől azt is megtudtuk, hogy jelenleg már 6 védőnő fogadja a kismamákat és a kicsiket. Williams Television.